Közel 30 ügyintéző vehette át bizonyítványát Horváth Kálmán kormány megbízottól, miután elvégezték a KAB kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzést. A megye mind a 10 kormányablakából és mind a 6 járási hivatalból részt vett valaki a tanfolyamon. Dombóvárról 3-an végezték el legutóbb ezt a képzést. Szerencsére azt elmondhatom, hogy a dombóvári kormányablakban egy jó gárda van. Ők már korábban az első 2 képzési alkalommal elvégezték ezeket a képzéseket, és 2 új kollégám volt, aki még nem rendelkezett ezzel a képzéssel, így 3-an vettünk részt a képzésen. Hetente 2 alkalommal itt Szekszárdon már tapasztalt kollégák képezték az újoncokat, úgymond. Tehát egy kötetlen hangulatban tartották ezeket a képzéseket. Jó volt, mert fel lehetett tenni olyan kérdéseket is, amiket egyébként lehet, hogy az adott osztályon belül másképp gondoltak a kollégák, és mivel ismerősek voltak azok az oktatók, akik leadták az anyagot, ezért közvetlenebbül fordultak a kollégák is, felmerték tenni azokat a kérdéseket, amik esetleg fennmaradtak náluk, amiket nem tudtak feltenni máshol, és meg tudtunk beszélni olyan eseteket is az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, hogy minél jobban és egységesen tudjuk ellátni a feladatellátást itt Tolna megyében. Gonda Ádám, a Tolna megyei kormányhivatal dombóvári járási hivatal kormányablakának osztályvezetője azt mondja, nagyon fontosnak tartja, hogy minden kollégája, és velük együtt ő is, naprakész tudással rendelkezzenek a legtöbb szakirányt illetően, ezért jelentkezett a tanfolyamra. Én nem olyan rég kerültem a kormányablakba osztályvezetőnek, 2019 óta látom el ezt a feladatot, és 2019 óta ez az első ilyen alkalom, amikor meghirdették ezt a képzést, és mivel én még nem rendelkeztem ilyen KAB végzettséggel, kifejezetten kormányablak ügyintézőknek fenntartott képzéssel, ezért én is jelentkeztem erre a képzésre, hiszen itt naprakész tudáshoz jutottunk a különböző szakterületeket illetően. Ahhoz, hogy osztályvezetőként megfelelően el tudjam látni a feladatokat, fontos az, hogy én is naprakészen tudjam azokat a jogszabályi háttereket, hogyan működnek a különböző szakrendszerek, amivel a kollégák dolgoznak, hiszen csak így tudom megfelelően segíteni a munkájukat a feladatellátásuk során. Ez az egyik legfontosabb dolog a kormányablak osztály feladatellátása során, hiszen akár nyugdíjkérdésben, akár más olyan jellegű kérdéskörben, amiben felkeresnek bennünket az ügyfelek, muszáj, hogy pontos információt adjunk nekik, a kérelem kitöltése korán kellő tudással rendelkezzünk, ahhoz, hogy megkönnyítsük azon kollégáknak a munkáját is, akik majd később a döntést meghozzák, akár itt Szekszárdon a kormányhivatalon. Az elmúlt 5 évben már csaknem az összes kormányhivatali ügyintéző elvégezte ezt a továbbképzést. 2016 óta folyamatosan a Veszprém megyei kormányhivatallal karöltve ők gyakorlatilag a gazdái ennek a projektnek, kormányablak ügyintézői képzésnek a diploma átadója vagy oklevél átadója van. Horváth Kálmán azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy az ügyintézők elvégezzék ezt a közel 2 hónapon keresztül tartó képzést. Részben azért, mert nagyon fontos az, hogy folyamatosan az ügyfélbarátsággal sikerüljön, nem mondom azt, hogy megküzdeni, hanem inkább magukévá tenni ezt a gondolatot. Tehát részben ez a célja, van egy ilyen pszichikai jellegű képzés része is ennek a dolognak. A másik pedig az, hogy miután a kezdetekhez képest most már több mint 1000 ügykörben járnak el a kollégáink, ezért nagyon fontos az, hogy aktuális legyen a tudásuk. Nyilván kezelni kell tudni a számítógépet is, tehát egy elég széleskörű tudást ad ez a képzés. Horváth Kálmán beszédében elmondta, az ügyintézők a kormányhivatal arcai, akikkel az állampolgárok elsőként találkoznak. Rajtuk keresztül ítélik meg a kormányhivatal munkáját. Ennek sikerességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az elenyésző számú panaszok.